Szekeres Zsolt, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! És a menekültekről fogunk beszélni. Tud, tud valamilyen adatot mondani? Nem mint különsebben különösebben változtatni, hogy 140 vagy 160 ezeren vannak, de tudunk frissen adatokat mondani? Az ENSZ menekült főbiztossága a napi szinten frissíti azoknak a számát, akik el kellett, hogy hagyják Ukrajnát. A az orosz támadás miatt, a Oroszország agressziója miatt több mint egy millió hagyták már el a döntő többségük Lengyelországba menekült, de kb. 160 ezeren viszont Magyarországra menekültek eddig. Azt lehet tudni, hogy a lengyelek azt mondják a, az uniónak, hogy adjatok pénzt, mert ennyi ember ellátása, az ugye nem két fél és hát a lengyeleknek ebben teljesen igazuk is van. Csak közben eszembe jutott az, hogy láttam egy olyan hírt, hogy ö, ö, körülbelül 1300, de jó legyen az elmúlt napokban, 1500 ember menekült, akit állami segítséggel helyeztek el. Na most ez egy töredéke annak, mint ahány emberrel foglalkoznak a különféle segélyszervezetek. Tehát a magyar államnak olyan rettentő, hogy brüsszeli pénz nem járna. Gondolom önöknek, hogy a máltaiaknak viszont igen. Nagyon sok dologról kell itt beszélni, vagy érdemes itt beszélni annak kapcsán hogy a magyar államnak milyen kapacitásai vannak a menekülők ellátására. És itt én azzal kezdeném, hogy ugye itt egy terszerű és egészen embertelen rombolás eredménye az, amilyen állapotban a magyar menekültügyi rendszert érte ez a támadás, és a menekülőknek ez a magas száma. 2015 óta a magyar kormánynak a politikája az az volt, hogy a magyar menekültügyi rendszert minél embertelenebbé tegye, ennek keretében leépítettek befogadó állomásokat, azonnak a kapacitását csökkentették, bezártak nagy, több ezer férőhelyes befogadó állomásokat, vagy menekültáborokat, ahogy hívjuk őket, Debrecenben, Bicskén, Békéscsabán, Kiskunhalason létrehozzák helyette a tranzitzónákat, amik nincsenek már használatban, hála Istennek, üresen konganak a határon, azóta is, és hát ezzel párhuzamosan egyrészt a jogszabályi környezetet is úgy alakították át, hogy ne a védelemre, hanem a, a az eltaszításra helyeződjön a hangsúly, tehát arra, hogyha valaki Magyarország védelmét kéri, akkor neki ne egy tisztességes eljárásban legyen része, hanem, hanem lehetőleg hozzá férjen az eljáráshoz, hogy elmondhassa, hogy mi menekül. Másrészt pedig a, menekültügyi hatóságnak a szakember állományán is sajnos meglátszik ez a leépülés. Nagyon sok magasan képzett jó szakember hagyta el ezt a pályát az állami oldalon, akiknek, mondhatjuk így, azt hiszem nem vette be a gyomra ezt a, ezt a leépülést. Nem azt jelenti, hogy nincsenek jó szakemberek az államnál még, de azért a számuk jelentősen-jelentősen lecsökkent, és ez most nagyon durván meglátszik. Az, hogy 1300 embert helyezett el nagyjából a magyar állam, ennek azért több oka is lehet. Egyrészt az Ukrajnában menekülők között vannak magyar állampolgárok, vagy olyan emberek, akiknek voltak már rokonaik és kapcsolataik magyar Magyarországon. állampolgárok, ugye? Kettő. Hát lehetnek kettős, vagy csak magyar állampolgárok, akik ott éltek. Nagyon sok élethelyzet lehet, de a lényeg az, hogy rendelkeznek magyar állampolgársággal, vagy azzal is és voltak rokonai itt Magyarországon, és, és ők be tudták őket fogadni, nem is tartanának igényt az állami ellátásra feltétlenül, tehát lehetnek ilyen emberek is a menekülők között, akik ezért nem jelennek meg az állami ellátórendszerben. Aztán lehetnek olyanok, akik Nyugat-Európában élő családtagékhoz mennek tovább. Azok az ukránok, akiknek van biometrikus útlevele, ők vízummentesen három hónapig tartózkodhatnak az Európai Unióban. Tehát lehet, hogy nekik egy jól meghatározott úti céljuk volt, és Magyarországon igazából csak átutaznak, teljesen jogszerűen vízummentesen utazhatnak a Schengeni zónán belül három hónapig, és hogyha egy tartósabb megoldásnak a terve kirajzolódik, akkor abban a tagállamban kérnek majd védelmet, ahova addig is sokszerűen el tudnak jutni. De még ha mindezeket az embereket le is vesszük, akkor is marad egy, egy nagyon nagy szám, akik, akik, akik megérkeztek Magyarországról az elmúlt napokban. És sajnos azt látjuk mi is a Magyar Helsinki Bizottságnál, hogy rengetegen vannak, akik a legalapvetőbb tájékoztatást sem kapják meg az államtól. Arról, hogy milyen jogaik vannak, hova mehetnek, hol lakhatnak, milyen opcióik vannak, és hogy melyik opció az a gyakorlatban mit jelent. Tehát teljesen tehát hiányos és nem kielégítő az állami tájékoztatás és információdás, ami a nulladik lépés abban, hogy valaki megkapja azt a védelmet, amiről jogosult, ha szüksége van rá. Ha pedig nem, akkor esetleg haza tudjon térni, tovább tudjon menni, attól függ. Hát a, a... Hírekben szerepelt az a mondat is, hogy a kormányzat humanitárius tanácsot hozott létre az ukrajnai menekültek számára, hogy még összehangoltabbá és szervezettebbé tegye a kormányzati szereplők és a nagy karitatív szervezetek munkáját. Ebből érzékel valamit, mert ebben önök is benne vannak azért. Hát mi nem vagyunk tagjai ennek a tanácsnak, mi nem vagyunk egy nagy karitatív szervezet, mi egy jogvédő civil szervezet vagyunk. Az biztos, hogy a jelenlegi helyzetben én azt gondolom, hogy, hogy minden szereplőnek együtt kell működnie annak érdekében, hogy, hogy segítsük azokat, akik Magyarország védelmét kérik. Úgy gondolom, hogy egy támogatandó cél, és nyilván érték az, hogyha a kormány és a nem kormányzati szereplők együttműködnek az emberi jogok védelme érdekében. Az a helyzet azonban, hogy az elmúlt években nem hogy ezt nem láttuk, hanem ennek a szöges ellentétét láttuk, és van egy ilyen 180 fokos kanyar, ami, ami most ezzel kapcsolatban lezajlik, ami egyrészt pozitív, nyilván, hogy vannak olyan szereplők, akik uh, képesek hatható segítséget nyújtani az Ukrajnából menekülőknek, és szóba áll velük a kormány, az a probléma, hogy az eddigi években ezt nem tette meg. Hát igen, de a, mondjam, csak még mindig olcsóbb, kíván, bocsánat, nem akarok ilyen cinikus módon megnyilvánulni. Mindig olcsóbb neki, mint újraépíteni a saját tevékenységét és kitalálni, hogy ő mit akar csinálni. Azt hiszem, hogy itt csak a babérokat akarják learatni azzal, hogy Magyarország humánus befogadó, a magyar kormány odaadó módon törekszik a menekültek ügyét megoldani, és igyekszik őket elválasztani a 2015-ös menekültektől, tehát, hogy ezek nem szírek, nem muszlimok, hanem ezek fehérbőrűek, szomszédok, keresztények, és a egészen más a leányzók fekvése. A lakosság, már mint a magyarok, úgy tűnik, hogy megértéssel és szeretettel fogadják őket, de ez az én benyomásom, nem tudom, hogy megerősíti -e. Igen, nagyon sok mindenre fogok itt reagálni, de először is azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon felemelő és lélekemelő azt látni, hogy annak ellenére, hogy 2015 óta a magyar kormány egy kirekesztő és gyűlöletkeltő politikát folytatott a menedékkérőkkel szemben, azért nem sikerült, hála Istennek, a szolidaritást kiírtani a magyar társadalomból, és rengetegen vannak, akik megmozdulnak és, és segítséget nyújtanak azoknak, akik Magyarország segítségét kérik és Magyarország védelmére szorulnak. Tehát van egyfajta alapvető emberség, amit nem sikerült kiírtani, és ez szerintem nagyon jó hír az országnak, az egész társadalomnak, és nem jó hír annak a kormányzati politikának, ami, ami pont az ellentétek szítására akart, akart alapozni a saját politikai sikerét. És azt mondani, hogy hogy vannak jó migránsok, meg rossz migránsok, meg vannak igazi menekülők, meg nem igazi menekülők, az morálisan és emberileg teljes mértékig vállalhatatlan ezt nagyon határozottan így gondolom, és ez a Magyar Helsinki Bizottság álláspontja 2015 óta, mi szerint nem lehet különbséget tenni egy afgán menekülő és egy ukrajnából menekülő ember között, mind a kettő vagy szír, vagy iraki, teljesen mindegy. Ha valaki megérkezik Magyarországra, és azt mondja, hogy neki védelemre van szüksége, akkor a legalapvetőbb dolog az, hogy tisztességesen és emberségesen meghallgatjuk, és megadjuk neki a lehetőségét, hogy elmondja, hogy mielőtt menekül, miért van szüksége védelemre, és miért a mi védelmünkre van szüksége ez a legalapvetőbb emberi minimum, amit a jogállamiságból, a kereszténységből, az emberi morából, bármiből le lehet vezetni. És egy tisztességes eljárás végén, hogyha azt látjuk, hogy ténylegesen a védelmünkre van szüksége, akkor azt megadjuk neki. Hogyha pedig nem, akkor Adott esetben haza is lehet küldeni valakit, de ez a minimum, amit nem lehet elvenni senkitől, és azok a hangok, amik szerint a szírek, az afgánok nem érdemlik meg ugyanazt, mint az ide menekülő ukránok, azok elbuknak az emberségnek a minimum tesztjén. És, 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 pont arra alapoznak, megpróbálják föntartani a most a magyar társadalomból fakadó emberség ellenében is azt a gyűlöletkeltést, amit a kormány az elmúlt években szított. Nem a egy... A határon folyik ez? Tehát a, a kikérdezés, hogy akkor mondja, hogy mi elől jön, mit élt át, kit hagyott hátra, mik a szándékaim. elmondják, hogy hova szándékoznak őket elhelyezni, stb. Tehát folyik egy ilyen párbeszéd? Az Ukrajnából menekülőknél nem, mert ott egy ilyen speciális jogi rezsim lépett életbe. Hogy aki jön, az jön. Hogy aki hát leegyszerűsít végén, aki jön, az jön, ők ugye menekülnek, ők menekülők, de nem, nem menekültekként ismeri el őket a Magyar Állam és az Európai Unió péntektől, hanem ideiglenes védelemre jogosultként, vagy menedékesként, ez, ezek nagyon hasonló szavak, menekült, menedékes, de a menedékes vagy ideiglenes védelem, az, a nevéből is uh, kiderül, egy ilyen átmeneti védelmi forma, amit azért hívott létre egyébként az uniós jogalkotó 2001-ben, a jugoszláv háború után, hogyha egy, egy háború vagy bármilyen nagy katasztrófa elől tömegesen menekülő emberek Európába érkeznek, és egyértelmű, hogy nekik szükség van védelemre, anélkül, hogy egyesével meghallgatnánk őket, hogy mielőtt menekülnek, és miért jönnek ide, és miért van szükség védelemre, akkor ők ezt gyorsan megkaphassák, és egy gyors és hatékony elérhető védelmet tudjunk nyújtani, hogy legalább a jogi biztonság meglegyen. Ez így a legalapvetőbb, <hállt> egy piramisként képzeljük el a biztonságot, a jogi a státusz, hogy van jogod itt lenni, és nem fogunk téged kirakni, az a legalapvetőbb. Ez a déli határon nem történik meg, a, tehát, hogy ott, aki Szerbia irányából jön, túlnyomó részt, ők, őket nem hallgatja meg senki, őket továbbra is megfogják, és kirakják, fizikailag kinyomják a szerbiai pusztába, függetlenül attól, hogy nőkről, gyerekekről, idősekről, betegekről beszélünk, mielől és kielől menekülnek, hogyha valaki azért jön Magyarország és kérje mi védelmünket, mert otthon a, a, a tálibok megölnék, akkor őt nem részesítjük védelemben, hanem a szerb pusztába nyomjuk ki továbbra is. Látom, hogy nyilatkozott a Migration aid a szóvivője, azt mondja, hogy ezekre a beszélgetésekre utalva, hogy ezeket nem mindig lehet lefolytatni. Tehát nem minden menekülő akar, nem ellenséges, csak egyszerűen sok állapotban van, vagy nincs kedve beszélgetni. Tehát nem biztos, hogy, hogy mondjam, csak szóba tudnak mindenkivel állni. Mennyire jellemző ez? Ez pont... Igen, hogyha, tehát normál körülmények között, hogyha valaki megérkezik Magyarország és védelmet kér, akkor megindul egy menekültügyi eljárás, amikor őt meg kell hallgatni, hogy mi elől menekül. De hát tudjuk, hogy a menekülésnek a valósága az az, hogy sokszor kínzás, erőszak, háború, embertelen bánásmód elől menekülnek emberek. Őket is érhette ilyen bánásmód, kínzás, hogy láttak erőszakot családtagjaiknak a a családtagjaikkal való embertelen bánásmódot, kivégzést, tényleg elképesztő dolgokat. Az irrevezető út során is nagyon sok erőszak érhette az embereket, és ezért traumatizálva érkeznek meg. Olyan pszichés állapotban vannak, hogy nem tudnak egyből beszámolni az őket ért megpróbáltatásokról és, és bánásmódról, ez szerintem teljesen érthető, hát egy idegennek eleve nehezen beszél az ember az őt nehézségekről, pláne hogyha ez egy hivatalos eljárásban történik, ahol egy olyan embernek kell beszámolod mondjuk arról, hogy megerőszakoltak, vagy megkínoztak, akinek a döntésétől az életed függ. Te kell biztosítani egy megnyugvási időszakot, megfelelő pszichés segítséget, szociális segítséget, és még így is lehet, hogy csak egy jó idő múltán válik alkalmassá az ember arra, vagy képes, hogy beszéljen az őt traumáról. Ennek megvan a pszichológia a tudományában a maga magyarázata, a posztromás stressz szindróma így működik, és, és, ez, ez a realitása a menekülésnek. Lehet, hogy mellékszár, de én valamiért pszichológilag úgy gondolom, hogy mégsem az, hogy az átjövők nagyon sok kisállatot hoznak magukkal. Kutyákat, macskákat, mit tudom én, hörcsögöket. Nem ez a lényeg, hanem hogy hát egyrészt nyilván egy ilyen nagy kutyatartó vagy állattartó nemzet. Másrészt pedig, mintha mintha az elvesztett hazát is hoznák velük együtt. És ha jól tudom, ez nem volt egyszerű dolog, mármint hogy ezt megoldják, és itt módosítani kellett mindenféle rendeleteket vagy szabályokat, mert ugye egy állategészségügyi igazolás nélkül ebben nem lehetne beengedni ezeket, a, ezeket az állatokat, de valahogy az állam ezt megoldotta. Igen, és én ennek örülök, hogy, hogy megoldotta. A menekülés ez nem úgy működik, hogy nagyon sokszor nem úgy működik, hogy gondosan összepakolom a holmiaimat, Na, fölkapom a írok, és fölkapom, ami épp a kezem ügyébe akad, és megyek. És hát ebből fakad az is, hogy sokszor iratok elvesznek, ott maradnak, nem maradnak, és a többi erről biztos beszélünk meg később, de amikor az ember arra kényszerül, hogy akár percek alatt összepakolja az életét és elvigye, akkor nyilván igyekszik azokat magával vinni, amiket amikhez a leginkább kötődik, amik neki személyesen a legfontosabbak. Hát szerintem a házi állatok az, az abszolút ilyen, én is egy macskának a gazdájaként, ezt alá tudom támasztani. Felelősséggel jár. Felelősséggel és, és én örülök annak, hogy eleve egy nagyon embertelen és, és olyan helyzetben, amikor megszűnik az addigi élete azoknak, akik ide menekülnek, legalább egy ennyi humanitárius könnyítéssel még tud nekik segíteni a magyar állam, hogy a házi kedvenceiket Oszhatják. Ha már említette, hogy, hogy beszéljünk erről is, valóban az Unió azt mondta, hogy valamiféle nyomonkövetési rendszert akarnak felállítani, mert hogy három hónapig ugye szabadon lehet a -e határok között mozogni, de közben meg van egy olyan kitétel, hogy ez a Men, nem menekült státus, hogy említettem, menedékes státus, igen, ez ideiglenes. Ami azt jelenti, hogy három hónap múlva ezeket az embereket meg akarják keresni, hogy akkor mi van velük, és hát ha a háborúnak addig vége, vagy esetleg haza lehet menni, akkor azt mondják, hogy hát akkor, kérem szépen, most akkor lehet menni De hogy néz ki ez a rendszer, hogyan követik nyomon az ő mozgásukat? Itt külön kell választani azokat, akik biometrikus útlevéllel érkeznek, tehát rájuk vonatkozik ez a három hónapos vízummentes tartózkodás, aki pedig ideiglenes védelmet kér, ugye most már az uniós egységes szabályok szerint péntek óta, az ideiglenes védelemnek az időtartama az egy évre szól. Tehát, hogyha valaki védelmet kér, erre hivatkozva én Ukrajnába kellett, hogy elmeneküljek, mert ott háború van, akkor ő meghallgatás bármilyen alaposabb vizsgálat nélkül egy évre kap ideiglenes védelmet. De kap mondjuk dokumentumokat is? Igen, egy tartózkodási engedélyt kap mm. ilyenkor. Az ideiglenes védelem hatája alatt kap egy tartózkodási engedélyt, és az, egy, az az adott tagállamhoz kötődik, a, amelyikben ő benyújtotta az ideiglenes védelem iránti kérelmét. Tehát így tagállamhoz kötődik ez a védelem. Ah, De hogyha... hogy kötődik, hogyha most mondjuk ideérkezik Magyarországra, és mondjuk két hét múlva már Németországban van? Ez, ez, minden, ez, 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 egyéni helyzettől függ. Tehát, hogyha valaki biometrikus útlevéllel érkezik Magyarországra. Nem, nem, arról beszélek, aki, Igen. aki megkapja ezt az igazolványt. Igen. Ez az egyéves lehetőséget. És amiről azt mondta, hogy az igazolvány, meg az ezzel kapcsolatos jogok, azok a tagállamhoz köthetők, amelyek ezt kiadta. De nem föltétlenül muszáj hogy itt maradjon ebben a tagállamban. Nem feltétlenül muszáj, de annak is van, megvan a maga eljárása, hogyha ő szeretne másik tagállamban élni, mint amelyik kibocsátott ezt a tartózkodási engedélyt, ilyenkor az uniós irányelv lehetősége biztosít arra, hogy hivatalosan is a másik tagállamtól jöjjön ez az ideiglenes védelem, mint amelyik eredetileg adta. Illetve nagyon érdekes, hogy a, a tagállamok, amikor, elfog, amikor aktiválták ezt az ideiglenes védelmi irányelvet, akkor tettek egy nyilatkozatot, miszerint nem fogják visszaküldeni az embereket abba a tagállamba, amelyik be kéne küldeni őket normális szabályok szerint, főszabályok szerint, amit úgy is lehet értelmezni, hogy egyfajta ilyen szolidaritási mechanizmus lépett életbe, amikor a nyugat, ami szerint a nyugat-európai tagállamok azt látják, hogyha ragaszkodnánk ez eredeti szabályhoz, akkor a kelet-európai tagállamokra nagyon nagy teher rakódna, és ettől szeretnénk megkímélni őket. Ugye gondoljunk vissza arra, hogy hányszor volt szó az Európai Unióban a menekültügyi szabályok kapcsán hasonló szolidaritási mechanizmusról, mi szerint az unió egészének segítenie kell az aránytalanul nagy terhet viselő déli tagállamokat, Görögországot, Olaszországot, Spanyolországot, és melyik volt az a tagállam többek között, ami ennek nagyon sokszor a kerékkötője volt, Magyarország, ami pedig most ennek az előnyét fogja elvezni minden jel szerint, bár hangsúlyoznom kell, hogy nagyon friss jogi helyzetről beszélünk, és nagyon nehéz még előre látni, pontosan, hogy fog ez működni, de már itt szerintem rá lehet mutatni erre, hogy, hogy mennyire visszás az, hogy, hogy sokáig másoknak a megsegítés érdekében nem tudott kiállni a magyar kormány, és most viszont nyilván előszeretettel fogadja ezt a segítséget, ami jó, hogy jön, csak nyilván máskor meg nekünk is nyújtani kellene másoknak. Akkor térjünk rá a kettős állampolgárokra. Nagyon gyorsan kiderült az, hogy akik megérkeznek. Egyébként az Ukrajna nagyon nem szeretést és tiltja, mármint a kettős állampolgárságot, de lehet, hogy nem veszi nagyon komolyan mindig. És tudom, ez elsősorban az oroszokra van kihegyezve, akiknek egyébként több százzernek ott a Dombaszban Putyin már orosz útlevelet osztott, tehát gyakorlatilag kettős állampolgárok, ez ellen fölépni már nincs mit. Tehát ők megérkeznek ide, és akkor azt tapasztalják, hogy mint magyar állampolgárok nem jogosultak azokra az ellátmányokra, segítségekre, bármire, amire az egyébként csak ukrán állampolgársága rendelkező menekültek számíthatnak. És hát hogy akkor ez egy, ez egy ilyen igazságtalanság. Lehet-e valamit tenni az ügyben? Ez egy rendszer szintű probléma, és itt kettő dolgot kell elválasztani egymástól. Az egyik az, hogy a menekülők, ők. Teljesen rendben van, és nyilván üdvözlendő, hogy nagyon sok ellátásra jogosultak, és segítségre jogosultak ellátásra, helyezésre, alapvető egészségügyi szolgáltatásokra, élelmezésre. Ezt, ezt már többször átbeszéltünk, mi is többször írtunk, nyilatkoztunk róla. Most a <laughs> magyar állampolgárok, akik akik ugye magyarként jönnek Magyarországra hazatérnek tulajdonképpen, ők nem tudnak menedéket kérni, hiszen az otthonától senki igen. nem tud menedéket kérni. És, és ez egy rendszer szintű probléma, hogy lehet, hogy a gyakorlatban most a nagyon sok jó szándékű és jó akaratú embernek köszönhetően az ő elhelyezésük, ellátásuk időlegesen biztosítva van. Sokan rokonokhoz mennek, ismerősökhöz, de itt egy rendszer szintű hiányosság van, hiszen a magyar állam, vagy a magyar törvények alapján ők ugyanarra jogosultak, mint az egyébként Magyarországon élő magyar állampolgárok, és ha belegondolunk a szociális ellátásoknak a rendszerébe, hát ez nem egy túl nagyvonalú ellátórendszer, úgy úgy mondjam, Évek óta hallunk arról, hogy a, a rászorulók, a munkanélküliek, a hajléktalanok, a, a kiskeresetű embereknek a problémái, azok azok rendszer szinten megoldatlanok, a szociális szakma évek óta veri a, a, a vészarangot, és nem történt kormányzati intézkedés, hogy a, a rászorulóknak tényleges segítséget nyújtson. És ennek az áldozatai most a az Ukrajnából érkező magyar állampolgárok Az is, most, ha megalapítottok, hogy ez egy probléma, csak kicsit arra számítottam, hogy mond valamit, hogy a Helsinki Bizottságnak van-e ötlete erre. Hogy, hogy hát lehet... a mi ötletünk az, hogy a kormánynak kell nyilván, ja. nyilván és megfelelő uh, jogszabálymódosítási javaslatot a parlament elé tárnia, mm -hmm. vagy olyan jogszabálymódosításokkal kell élni, amik rendszer szinten megoldást jelentenek erre a problémára. Tehát, hogy egyértelművé teszi, hogy azok is, akik, akik nem tudnak menedéket kérni, vagy ideiglenes védelmet kérni Magyarországon, de rászorulnak ezekre az ellátásokra, azoknak ezek az ellátások járjanak. Ha a végig gondolja a saját szerepüket ebben az egész folyamatban, akkor az hol van? Tehát hol van, hogy jogvédőnek föl kell lépni egy olyan helyzetben, amikor a, az állam egyébként önmagát, korábbi önmagát megcáfolva, bár nyilván nem meghaladva, azt mondja, hogy szeretettel várom a menekülteket, fölállítottam, mit tudom én, összehangoló tanácsot, mindenkit, mindenkit segítek, üdvözlöm, elmegyek miniszterelnöként a határa, és ott ilyen, hát ezeket a, ezek a kényszeres, vagy kényszeredett politikai beszélgetések maga ki, honnan jött, igen, sok gyerek van, sok gyerek van, az jó, az jó. Na viszlát, tehát ezért körülbelül ugye, tudjuk, tisztában vagyunk ezekkel a dolgokkal. Pláne, hogy egy ilyen érzéketlen ember próbál meg magát érzéketlenek mutatni. E, tehát, hogy ezt, amikor az állam ezt játsza, akkor az embernek az a benyomása, hogy hát itt jó védőszervezetnek dolga nincs. Így van ez? Nem így van, abszolút nem így van. Meglátjuk nyilván azt, hogy a kibővített karitatív tanács uh, mennyire tud tényleges segítséget nyújtani. Reméljük, hogy igen, de mi azzal szembesültünk az elmúlt bő egy hétben, hogy nagyon-nagyon sok dolgunk van. Az egy dolog, és ez üdvözlendő nyilván, hogy a határon, a magyar oldalon átengedtek gyakorlatilag mindenkit. Ennek helye van, ennek örülünk, támogatjuk, egyértelmű és ez tök jó, hogy átengednek valakit a határon, de hogy utána mi történik vele, na az egyáltalán nem volt egyértelmű, és még most sem egyértelmű nagyon sok embernek. Van egy lassan kifejlődő állami infrastruktúra a keleti határon, gyűjtőpontok, regisztrációs pontok jöttek létre, de még mindig azt látjuk, és a hozzánk érkező, hogy csak az elmúlt héten 500 megkeresésből arra teljesen egyértelműen ez a kép rajzolódik ki, és ezt támasztják el a helyszín tapasztalataink is, hogy az embereknek sokszor fogalmuk sincs arról, hogy ha, oké, hogy itt vannak, biztonságban vannak, itt nincs háború, de mi történik most. Mit történik akkor, hogyha van útlevelük, nincs útlevelük, szétszakadt a család, hova mehetnek, mire jogosultak, az mit jelent a gyakorlatban, meddig érvényes, ha egészségügyi ellátásra van szükségük, akkor az hogyan tudják megkapni, jogosultak-e rá, hogyha nem kérnek védelmet, de maradhatnak-e, hogyha nincsen útlevelük, mert elveszett vagy nem megfelelő, elképesztően sok kérdés merül föl, és amit látunk, az az, hogy nincsen állami tájékoztatás, ami hatékonyan és egyszerűen képes lenne ezeknek az embereknek elmondani, hogy mi fog velük történni most. Ezt effektíve a Magyar Helsinki Bizottság csinálta meg. Mi az első napon rögtön egy közérthető, könnyen érthető, négy nyelvű tájékoztatót írtunk és tettünk közé, amit azóta is folyamatosan frissítünk, ez a honlapunkon elérhető, nagyon sok helyen elérhető, kinyomtatott formában is dolgozunk azon, hogy eljutassuk a lehető legtöbb helyre. Ügyeleti rendszert hoztunk létre nagyon gyorsan, és működtetünk azóta is. Egy mindig hétvégén is működő és, és uh, olvasott külön e-mail címet hoztunk létre, ahol nagyon sok megkeresés érkezik hozzánk a Facebook oldalunkon keresztül is, Rengeteg megkeresés érkezik hozzánk, és folyamatosan válaszoljuk meg az embereknek a kérdéseit, akik menekülnek Ukrajnába, és hát nem tudják, hogy nagyon jó, hogy a határon, de most mi fog történni? Akár ukrán polgárok, akár nem ukrán polgárok? Egy dolgot az államnak nyilván mindenképpen figyelme kell venni, az, hogy járvány van. És hát, hogy ezeknek az embereknek lehet, -e egy része oltatlan, lehet, hogy egy részük megkapta az első, másodikat, nem lehet tudni, és nyilván a már amennyiben nem az okos telefonjukon őrzik ezeknek az oltásoknak a nyomát, bár nem tudom, hogy Ukrajnában létezik -e egy ilyen fajta rendszer, mint amit az EU működtetés és aminek ugye mi a haszonyra vagyunk, akkor ezt az állami emberek honnan tudhatják, hogy ki oltott, ki nem oltott, stb. stb illetve hogyan kezelik azt, aki azt mondja, hogy nem hajlandó oltatni, mert a csipben három atommomba van, ő személyesen látta, és ha megkapja az oltást, akkor föl fog robbanni a házával együtt. Bocsánat az iróniáért, de hát ugye Magyarországon is ezt halljuk, tehát ez én, világjelenség. Én ennyire igen. kreatív megközelítést nem hallottam még, de az biztos, hogy ugye a menedékjogban, vagy mikor menekülőkről beszélünk, akkor ugye nem azt nézzük, hogy ki milyen hozzáállásra érkezik, akár legyen szó az oltásról, vagy, vagy más közegészség. Értem, értem, de azért ez egy biztonsági probléma, nem? Igen, de nem befolyásolja azt, hogy védelemre szükség van ezeknek az embereknek, és ezt meg kell nekik adni. Minden más az után következik. És ez már megint csak egy közpolitikai kérdés, hogy, hogy kit, hogyan próbál a kormány rávenni, rábeszélni, nem rábeszélni arra, hogy vegye fel az oltást, kötelezni, nem kötelezni, ugye az elmúlt napokban történt hátraarc ezzel kapcsolatban, tehát hogy ez, ez egy másik kérdés, és én azt gondolom nyilván, hogy felvethet a járványügyi kérdéseket is az, amikor hirtelen nagy tömegű ember érkezik egy, egy államba, de ez nem egy menekültügyi vagy menedékjogi kérdés. Értem, tehát ez azt akarja mondani, hogy ezügyben még nem látja, hogy bármi történt volna. Nem, és nem is ez a szakterületem. Igen, hogy értem, én csak igen. egy oldal oldalpillantást vetve megállapítja, hogy nem lát, nem lát semmit. Nem, és, és nyilván lehet, hogy fogunk látni, lehet, hogy nem fogunk látni, de az biztos, hogy elsődlegesen ugye most az államnak védelmet kell nyújtania, és biztonságot kell nyújtania azoknak, akik ide érkeznek, és a védelmünket kérik. A másik, ami egy nagyon fontos jog, ezt tudni, hogy a egészségügyi rendszer igénybevétele. Most ezzel kapcsolatban ebben a rádióban is kétségbeesett szakértők mondták el a kétségbeesett üzeneteiket, hogy a magyar ellátórendszer gyalázatos állapotban van, ezt ugye láthattuk a pandémia keményebb szakaszaiban is. Tehát kérdés, hogy egy ekkora nyomás, mint amit mondjuk a menekültek különféle egészségi problémái jelenthetnek, az kibírja-e, illetve hogy nem lesznek -e ebből konfliktusok a magyarországi lakosokkal, akik mondhatják azt, hogy de kérem a megint, amiatt halasztanak nekem műtétet, mert itt van valami menekült. De reméljük, hogy nem mondanak ilyet. És reméljük, hogy igaz az, hogy azt mondják, hogy de hát akik átjönnek, azok elsősorban fiatalok kevés egészségügyi problémájuk lehet, de hát majd jön a családegyesítés, és akkor ez a helyzet megváltozik. Tehát jogvédőként megint csak egy oldal pillantással. Mi látható? Jogvédőként mi azt látjuk, hogy a menekülők között nagyon sokféle ember van. És vannak közöttük olyanok is, akiknek szüksége van akár már most egészségügyi ellátásra. Egy nagyon konkrét példát tudok Mondani egy hozzánk fordult uh, Ukrajnából menekülő embernek a megkereséséből, aki, akinek a csecsemője, tehát nagyon kis gyermeke uh, szív problémákkal küzd, már meg is műtötték, szívműtétje volt, és folyamatosan Ukrajnában, Ukrajnában most át kellett, hogy meneküljenek uh -huh. Magyarországra, azonnali uh, ellátásra szorul, és orvosi felügyeletre szorul az ő gyermeke. Ő neki joga van, a magyar egészségügyi ellátórendszerhez hozzáférni, hogyha kéri Magyarországnak a védelmét. Nagyon sok minden így egy gyakorlatban fog eldőlni, és ugye azt fontos hangsúlyozni, hogy amikor ennyire rövid idő alatt ilyen sok ember érkezik, akik között sokan vannak olyanok, akik még ő sem tudják, hogy most pontosan mit szeretnének, merre nem tudjuk, hogy a háború mendig fog tartani, elhúzódik, nem, tehát nagyon sok kérdőjával van még egyrészt az emberek fejében is, másrészt az általános helyzetben. Nehéz a gyakorlatban látni kiforrott uh, problémákat, azt látjuk, hogy joga van azoknak, akik Magyarország védelmét kérik a, az alapvető szolgáltatásokhoz, hogy a gyakorlatban ez hogyan fog működni, az lehet, hogy egy másik kérdés, az biztos, hogy mi várjuk mindenkinek a megkeresését, aki most Magyarországra menekült, Magyarország védelmét kéri, és nem fér hozzá azokhoz az ellátásokhoz, amikre amikhez egyébként joga van a törvény alapján, és azt is nagyon remélem, hogy nyilván minden magyar állampolgár is megkapja azt az ellátást, egyébként már Magyarországon élt magyar állampolgár, és az ide menekülő magyar állampolgárok is, aki amire, amire jók van, és amire szükség van, és azt is nagyon remélem, hogy az a kormány, ami hogyha a sorost távol tartó nemzeti konzultációra van szó, képes 8 millió kérdőívet eljuttatni 8 millió háztartásba, akkor most is képes lesz megfelelően kommunikálni annak érdekében, hogy a társadalmi feszültségek, amiket ez esetlegesen szülhet, a lehetőleg kisebbek legyenek. Nagyon sok ember érkezett, akik nem kettős állampolgárok és nem is ukrán állampolgárok, külföldiek, akik Ukrajnában dolgoztak vagy tanultak, akikkel kapcsolatban az Unió azt mondta, hogy át kell őket engedni a határon, vagy lehetővé kell tenni számukra, hogy hazatérjenek, tehát nekik ez a védelem nincs felajánlva. Hiszen van hazájuk, ami biztonságos, ugye remélhetőleg az, és akkor nekik csak ezt a segítséget kell megtenni. Mennyire találkoztak ezzel a problémával a Magyarországra jövő menekültek között? Találkoztunk, találkoztunk olyan emberekkel, akik Nigériából, Pakisztánból, csak hogy két nagyon friss példát mondjak, tanultak Ukrajnában. Jellemzően diákokról beszélünk, akik egyetemre jártak. És hát nekik is most nyilván el kell menekülni. Az ő esetükben is hatványozott igaz az, hogy a megfelelő tájékoztatáshoz való hozzáférésnek a hiánya, vagy a nem megfelelő tájékoztatás, az, az, az fokozza az ő sérülékenységet. Mire gondolok itt? Ahogy ön is mondja, nagyon sokan közülük nem szeretnének védelmet kérni, mert haza tudnak térni, időre van szükségük, és logisztikai segítségre a saját államaiktól azonban. Lehetnek közöttük olyanok is, akiknek nem opció az, hogy haza térjenek, vagy azért, mert otthon is üldözés, hogy háború várna őket, és nem menekültként éltek Ukrajnában, de éppen lehettek volna menekültek, de nem kellett menedéket kérniük, mert valamilyen más jogcímen tartózkodtak ott, mondjuk tanulmányokat folytattak, ténylegesen tanulmányokat folytattak, és ezért nem kellett menedékkérelmet benyújtaniuk. Az ő megfelelő védelmük az még kérdéses, hogy hogy fog kinézni, de mi természetesen nyomon követjük az ő helyzetüket, és, és hogyha hozzánk fordulnak segítségért, akkor ezt nyújtani fogjuk nekik. De most ők hol vannak? Elmentek abba a kevés állami helybe, vagy? Mert a... ön, ugye, mint említette, egy csomó menekülnek vannak magyarországi kapcsolatai, ismerősei, rokonai. Ők ezt nem mondhatják el. Nem, és vannak közöttük olyanok, akik, akik, akik esetleg már otthon vannak azt látjuk a... ezt a körszállóval kapcsolatban írták, hogy már megtelt egyszer a körszálló, és kiürült, mert a magyar kormány több száz vagy több ezer embert már hazaszállított. Igen, azt látjuk, a, a, tehát a tapasztalatunk az az, hogy aki az Országos Idegerendészeti Főigazgatóság, ami az idegerendészeti és menekülti hatóságnál regisztrál, és azt mondja, hogy nekem nincs hol aludnom, nincsen szállásom, annak biztosítanak a, a katasztrófavédelemnek valamilyen létesítményében egy szállást, illetve a határon is, vagy a határhoz közel van egy ilyen nagyjából 1200 férőhelyes szálláskapacitás, és ö, minden bizonyal, hogyha azt mondják közülük is, hogy nekem nincs hol tudom, akkor biztosítanak neki szállást. Vannak problémák a, azzal kapcsolatban, hogy ez a ez a forma nyomtatvány, amit az idegenrendezeti hatóságnál be kell nyújtani, ez nem egyértelmű, és sok olyan megkeresést kaptunk, mi nem volt egyértelmű a kitöltőnek, hogy arra van a kérdés, hogy most van-e szállása, vagy hogy szüksége van szállásra, és sokan félreértették, és lehet, hogy volt szállásuk egy-két napig, de az, azon túl meg nem, és így elestek a gyakorlatban attól, hogy az állam elhelyezze őket, hogy hol vannak konkrétan azok a harmadik országbeli állampolgárok, vagy, vagy ö, Ukrajnában élt külföldiek, akik most Magyarországra menekültek, és még nem tértek haza. Erről nem tudok részletesen beszélni, de nagyjából ugyanazt látjuk, mint, mint az összes menekülőnél, hogy sok felé van, akiket el tudod helyezni az államban, akik pedig most az önkormányzatok, egyházak, civileknek a felajánlásainak köszönhetően laknak valahol egy ideig hogy ő tudnak kommunikálni a menekülőkkel, mert ugye hát az ukrán nyelv nem egy ilyen elterjedt beszélt nyelv Magyarországon, ehhez képest az orosz sem. biztosan fiatal ember nem tudja ennek az okát, de hát ugye a, a szovjet birodalom korszakában nem volt olyan nagyon divatos tanulni, akkor egyébként kötelező orosz nyelvet nem is tanulta -e meg senki. mindegy, hát az ukrán meg hát igen, minek. De rettentő sok ember jön, akik közül talán persze sokan tudnak magyarul, de a többség nem. Szóval hogy sikerült kommunikálni velük? Változatosan, tehát hogy nekünk, hála Már Isten... úgy ér, hogy kézzel és lábbal. Nem, úgy nem kommunikálunk senkivel. A, hála Istennek van a Helsinki Bizottságnál házon belül orosz nyelv én nagyon csúnyán fejezem ki magam, tehát van kollégám, aki tud arra szól. Ez uh -huh. egy ez egy nagyon nagy előnyt jelent jelenleg, illetve nyilv, tehát, hogy mi menekülőkkel, menedékkérőkkel, a külföldiekkel dolgozunk 30 éve, és van nagyon sok tolmács, akivel emiatt hát, kapcsolatban vagyunk, illetve évek, évtizedek óta dolgozunk együtt, van közötti orosz és ukrán nyelven is tudó, illetve nagyon sok önkéntes felajánlás is érkezett a Helsinki Bizottsághoz is, Olyanoktól, akik, akik beszélnek, értenek oroszul, ukránul, vagy felajánlották, hogy segítenek tolmácsolni, illetve az információs anyagainkat lefordítani. És mennyire tapasztalták, hogy a bejövő, hogy általában még mindig ott tartunk, hogy viszonylag fiatalabb emberek, azok beszélik legalább az angolt, hogy bármilyen más nyelvet? Nagyon változó, hogy mennyire beszél valaki angolul, és, és mennyire nem. Mm -hmm. De az, hogy jól beszélő emberek jönnek legalább egy ilyen meghatározó csoportban, azt nem mondható el. Ezt én egy általánosságban nem mondanám el, és nem is biztos, hogy az, az e-mailes, facebookos, személyes megkereséseknek a több százas, de nem egyenlő arányban megoszló mátrixából ezt erre bármilyen következetésre lehet szülni. Az elmondható viszont, hogy viszonylag kevés menekült, nem, bocsánat olyan státuskérelm érkezik be, amely egy ilyen, később majd egy ilyen tartósabb letelepedéshez vezethet. Ez, ezzel kapcsolatban említette, vagy nem tudom, hogy még a műsor előtt beszéltük, hogy az emberek nagy része arra számít, hogy hazamehet. Mivel ön azt mondta, hogy igen, minden menekült először azt gondolja, hogy hazamegy. És aztán ez súlyosan változhat. Mink a tapasztalataik ezzel kapcsolatban? Általánosságban az a tapasztalatunk, és, és, én is nagyon sok, <coughs> hát évek óta dolgozom ezen a területen, több ezer menekülővel beszéltem az évek alatt, és valóban, amikor valaki arra kényszerül, hogy elhagyja az otthonát, nyilván a segít pszichésen és mentálisan is elviselni a, a menekülést, de, de, de egy átmeneti állapotként tekint erre, és a menedék jognak a funkció is az, hogy, hogy védelmet nyújtson, ameddig erre a védelemre szükség van. Az ukrán háború, vagy az Oroszországnak a háborúja miatt most menekülni kényszerülők esetében még nem látjuk egyértelműen azt, hogy, hogy a, a, háború az, az hova fog kifutni, milyen hosszú időtartamról beszélünk, az biztos, hogy most ez egy jó és indokolt lépés, hogy ideiglenes védelmet kapjanak azok, akik Ukrajnából menekülnek, és nagyon sok függ a helyzetnek az alakulásától Ukrajnában, ami majd eldöntheti, hogy, hogy ki az, akinek szüksége lesz tartósabb védelemre, hosszú távú jogi biztonságra az Európai Unióban, legyen ez akár a menekült státusz, az oltalmazott státusz, vagy valamilyen letelepedési engedély, ezer és egy élethelyzet lesz, Amik, amik különbözhetnek egymástól, és különböző megoldásokat igényelhetnek. Lehet, hogy valakinek ténylegesen szüksége lesz arra, hogy menekültként itt élhessen és letelepedhessen az Európai Unióban. Lehet, hogy valakinek erre nem lesz szüksége. De pillanat, bocsánat, hadd kapaszkodjam bele ebbe. Mondjuk a háború véget ért, adna Isten. És még inkább, hogy úgy érjen véget, hogy, hogy, hogy az ukrán népnek jó akkor mi indokolja azt, hogy menekült státus kapjon valaki, hiszen üldözni nem fogják, mert mondjuk az orosz csapatok kivonultak, viszont mondjuk a háza félig romban van. De ez nem politikai, nem, nem oka a politikai menekült státusz elismerésére. Akkor ő hogyan reménykedett abban, hogy mégis megkapja ezt? Ja, a nemzetközi védelem több formája van. Az egyik az a menekült, ami hát valóban a személyben rejlő okok miatt lesz valaki egy menekült, igen. egy üldözésről menekül, az ő politikai véleménye, tartozása, származása, vallása, politikai meggyőzése, egyéb meghatározott társadalmi csoporthoz volt tartozása miatt. Ez az egyik. A másik az vannak olyan emberek, akik arra kényszerülnek, hogy elhagyják az otthonukat, de nem a személyükben ok miatt üldözik őket, hanem hát idézőjelben hát csak háború van, pusztán az otthon tartózkodásuk miatt veszélyben lenne az életük, nagy humanitárius katasztrófa történt, és ezért az ő otthon létük az embertelen és megalázó bánásmódot jelentene, aminek nem lehet senkit. Ez az oltalmazott, ez egy ilyen kiegészítő védelem, ez egy uniós vívmány egyébként, hogy azoknak is legyen egy védelmi forma, akik nem a személyik berejlő ok miatt kényszerültek menekülésre. És a háborúnak a kimenetele az nagyon sok szempontból el fogja dönteni, hogy aki most elmenekült, az milyen típusú vélemre jogosult. Ha jogosult, az, a mostani védelmi forma, ez az ideiglenes védelem, ez arra mindenképpen jó, ez maximum három évig tarthat. Tehát ez idő alatt, hogyha ma véget ér a háború, úgy, ahogy az ukrán félnek jó, annyi idő alatt is ideális esetben újra lehet építeni az otthonokat. Elképzelhető egy olyan helyzet, hogy nagyon sok embernek nem lesz szüksége már arra, hogy védelmet kapjon az Európai Unióban, és hazatérhet. De elképzelhető, hogy ez nem így lesz ilyen, mert megtelepedtek itt, iskolába kezdtek járni, kapcsolatokat alakítottak ki, házasságok kötöttek, ilyenkor viszont más tartózkodási jogcímet szerezhetnek, más típusú tartózkodási engedélyeket, amik nem a kényszer migrációra vannak kitalálva, hanem arra, hogyha valaki egyébként rendezetten érkezik az Európai Unióba, és szeretne itt tartózkodni. Tehát nagyon-nagyon sokféle egyéni lehetőség igen, fogunk találkozni, ebben biztos vagyok. És hát a menekültügyben, nyilván minden jogi eljárásban, de a menekültügyben fokozottan igaz az, hogy minden ügy, minden egyéni ügy, ez teljesen eltérő lehet egymástól, és nagyon nehéz egy ilyen általános választ adni ezekre a kérdésekre. Akkor még egy kérdésem van. Azt mondta a miniszterelnök, hogy is biztosítunk egészségügyi ellátást, szállást, munkát. Ez hogy értette? Hát ezt tőle kell megkérdezni. Én értem, csak próbáljuk már meg kitalálni, hogy ez csak egy ilyen megint paraszakító mondat volt, hogy van ennek valami értelme. Én jogvédőként tudom ezt értelmezni, <laughs> semmint politikai jellemzőként, és jogvédőként nekem ez azt jelenti, hogy a, aki ide menekül most, menekülő, ide, tehát ide menekül, és Magyarország védelmét kéri, itt a jogszabályok lehetővé teszik mondjuk a munkavállalást is. Ennek vannak bizonyos további feltételei, nem egy automatizmus, de de ennek megvan a lehetősége, megvan a lehetősége annak, hogyha valaki ide menekül és szeretne dolgozni, akkor. Igen, de ezt nem az állam adja neki, hanem ő keresi meg ezt a lehetőséget, és aztán vagy élhet vele, vagy nem. Ő keresi, de az állam teszi lehetővé, hogy itt élő külföldiként valaki munkát vállaljon. Aha. Tehát ennek van egy jogi feltétele. Az egészségügyi ellátás, oktatás, nyilván erre meg erre joga van annak, aki Magyarország védelmét kéri, hogy a gyakorlatban ez mennyire valósul meg, azt természetesen folyamatosan figyelemmel tartjuk, és be fogunk számolni Igen, arra, például a, az ukrán kisgyerekeknek az ukrán oktatás hogyan lehet megszervezni Magyarországon, ez egy nagyon sürgős és égető kérdés, nem hiszem, hogy erre bárki válaszolni tud, és azt sem hiszem, hogy ez gyorsan meg, megoldódna. Itt megint csak két dolog van. Az egyik az az, hogy egyébként milyen helyzetben van a magyar oktatás. Ugye azt látjuk, hogy a magyar közoktatásban dolgozók egyébként a polgári engedetlenséget is vállalva, tanárok nagyon sokan hívják fel a figyelmet arra, hogy a magyar oktatásban nagyon durva rendszer szintű problémák vannak, annak ellenére, hogy alapjogsértő módon a kormány megpróbálja megakadályozni őket abban, hogy a sztrák jókkal éljenek. Egyrészt, és ez nyilván egy visszajutunk oda, hogy egy alapból nem jól működő rendszerre érkezik egy nagy nyomás. Másrészt a magyar menekültügyi rendszernek a leépítésével párhuzamosan nagyon sok olyan kapcsolódó rendszernek a kapacitás is leépült, ami az ide menekülő embereken tudott segíteni, és az oktatás is egyik ezeknek. Ugye a menekült gyerekeknek az oktatása az egy nagyon nagy kihívás, hiszen sokszor olyan gyerekekről beszélünk, akik traumatizáltak, extra segítségre van szükségük, és magyarul sem De beszélnek. De mondjuk, hogy nem egy egészen más oktatási rendszerből jönnek, amire nem tud rá kapcsolódni egy itteni, mert teljesen mások a játékszabályok. És van az is, vagy sokan mondjuk eleve a háború, konfliktus, nélkülözés miatt lehet, hogy nem is tudtak iskolába járni sokáig, tehát nagyon-nagyon sok nehezítő körülményből érkeznek. Körülményen elnekező gyerekekről beszélünk. Értem, beszélni. erre sincs általános válasz még. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Nagyon szépen, köszönöm én is. Szekeres Zsolt, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa volt a vendégünk 9 és 10 óra között.